A Régiség vására sok ritka tárgyon kívül ezúttal más meglepetést is tartogatott. A miskolci balett táncosai flashmobbal és egy kis ízelítővel hívták fel a figyelmet az április 24-én kezdődő Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztiválra. A miskolci balett táncosai teljesen elvegyültek a Régiség vásárban, csak azoknak tűnhetett fel, hogy készülnek valamire, akik nagyon figyeltek. Megszólalt a zene, a művészek pedig a tömegben kezdtek el táncolni. Néhány pillanat múlva már övék volt a terep, az emberek pedig köréjük rendeződtek. A táncosok a következő bemutatójukból, a Szent Ivániai Álomból adtak elő részletet. A darabnak az elejéből csináltunk egy kis részletet, amikor még mindenki egy csoportban van. Aztán triót láthattak, Helena, Demetrius és Lisander szerepét, valamint a végén ismét egy ilyen kis csoportos dolgot láthattak. A miskolci balett előadásaira nagyon sokan kíváncsiak, így volt ez most is. Én, amit lehetett, én mindent megnéztem. Én nagyon szeretem ugye zene, a tánc, a művészet, a színház. Tehát én nagyon-nagyon örülök, hogy van erre lehetőség Miskolcon, és köszönöm, aki ezt megszervezte, és lehetővé tette azt, hogy itt is hozzáférjünk, hogy ilyen előadásokat, tehát balettet lássunk. A flashmobnak nem csak az volt a célja, hogy a táncosok meglepjék a miskolciakat, egy fontos fesztiválra szerették volna felhívni a figyelmet. Nagyon remélem, hogy sokan tudják, hogy Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztiválra készül a színházi. A négy napos találkozó alatt 6 ország 10 táncelőadását nézhetik meg az érdeklődők. Érkeznek görög, finn, cseh, litván, horvát és persze magyar együttesek is. Nem nagyon van Magyarországon olyan nemzetközi kortárs táncfesztivál, amely ennyi külföldi együttest tud felmutatni. Vannak különböző jó fesztiválok, kortárs táncfesztiválok is, de mondom, inkább a külföldiek miatt Magyarországon is egy kicsit unikumnak számít. A harmadik Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál április 24-én kezdődik és 27-ig tart.